Jó estét kívánok, Kürti Sándor vagyok, és amellett, hogy megtisztelő, hogy ilyen sokan eljöttek, hogy meghallgassanak, meg még hallottam, hogy még fizettettek is önökkel még ezért, ezt nem tudom, hogy hogy fogom meghálálni. Legfeljebb annyit tudok mondani, hogy ha nem takarom ki ezt az e-mail címemet, akkor, és elégedetlenek velem, akkor legyenek kedvesek írni ide a nagyl@kurt.hu e-mail címre, hogy elszúrtam ezt a ma estét. A Svájcban azért betiltották a szombatesti kabarét, mert volt, aki későn kapcsolt, és vasárnap a misén kezdett el röhögni. Tehát, hogy nem porcivoárus vagyok, csak arra gondoltam, hogy hozok néhány könyvet ebben, olyanokat, hogyha önök mernek közbeszólni, jelentkezni, bekiabálni, mert nem tudom, hogy föl vagyunk-e készülve mikrofonokkal, de tök mindegy, elég jó akusztikája van a termünknek, akkor én könyveket fogok szórni azoknak, akik megmerik törni ezt a csendet, és élvezetessé tudják tenni a ma esténket. Én pedálozni fogok, rólam már most folyik a víz, de elő is próbálom vadászni innen azokat, amiket gondoltam, hogy szétszórok. Ezt még nem, ez egy helyi élet. Ezt nem akarom szétszórni, de rögtön az első bombának bedobnám. Azt képzeljék el, hogy a napokban az Amazon.com-on megjelent egy magyar mű angolul. Abban a pillanatban, hogy megjelent, az Amazon.com már lefoglalta, hogy oroszul, kínaiul, meg arabul is a fordítása az már az övé. Ez Mérő Lászlónak a Csodák logikája című könyve, hát nagyon nagy meleg szívvel ajánlom ezt már csak azért is, hogy megmondok egy történetet is hozzá. Van egy oktatási intézményünk, Kürt Akadémia, nem akarom eladni, csak mondom, hogy azért tisztában legyünk vele, és a Mérő Lászlónak nagyon sokat köszönhetünk, mert a kezdet-kezdetén nagyon-nagyon emelte a brand értékét, és sokat volt ott, és akkor megkérdeztem tőle, mikor volt egy kis ünnepség szervezve emiatt a könyv miatt, hogy mit csinálsz azzal a rengeteg pénzzel, mert elképesztő sok pénzt lehet ezzel keresni, azzal, hogy neki egy könyve ott megjelenik, mert azt, és ezeken a nyelveken, tehát, hogy, és akkor tudják, mit mondott? Hogy van egy barátja, aki egyetemi tanár, Szerbiából jött át Magyarországra, vagy 15-20 éve, és még mindig albérletben lakik, és én szeretnék neki egy lakást venni. Hát, ilyen ez a Mérő. Ez nincs benne abban, amit gondoltam. Ezek a könyvek vannak benne, amit majd kibontok, és akkor aki mer kérdezni, vagy valami jó nyögetet bedobni, annak ilyet kap. Ez a Kürtnek a kiadványa nem kerül pénzbe, tehát nekünk igen, de vásárolni nem lehet, viszont kapni ajándékba szívesen. Van itt jó néhány ebből. És akkor majd egy-két tökt még előkapok innen, jó? Most azt nem tudom, hogy innen jobb, ha beszélek, vagy onnan lentről, mert én semmit nem látok, el vagyok vakítva. Tessék? Föntről. De kedve, sárj egy pillanatra, akkor jó? Akkor jönne, hogy meg... Elnézést, hogy föntről leszólok, ilyen magasról, jó? Én köszönöm. Jó. Önöktől kaptam meg ezt a címet, hogy kell egy csapat. Megjegyzem, szeretném elmondani, hogy már ez a cím is látnoki, vagy teli találat, mert van egy ilyen kell egy csapat nevű menedzserkönyv, Magyarországon is megjelent, olaszoktól, vagy Patrik akárkitől,
és olyan győzikes stílusú, tehát, hogy... De kellemes, egy tanítónéni abba a helyzetbe kerül, hogy egy komoly vállalatot kell elvezetnie családi okok miatt. És a tanítónéni megállja a helyét olyan jó paraszti logikával, olyan jó gondolatokkal, hogy elkezd csapatot építeni azzal a háttérrel, hogy ő tanítónéni volt. Hát meg lehet találni az interneten, tehát nincs tovább. Azért indítok ezzel, mert az én anyukám is egy tanítónéni volt, és talán ez az oka annak, hogy a szeretek evangelizálni, vagy tanítani. Négy történetet fogok elmesélni, vagy négy részről fogok beszélni, és csak a vezetésről fogok beszélni. De nagyon kérem önöket, hogy ne hagyják magukat elandalítani, hanem gondoljanak a családjukra, a munkahelyükre, tehát amit szeretnének vezetni, vagy ahol csapattagok szeretnének lenni, és hogy tudnának a lehető legjobban beilleszkedni, megfelelni, harmóniába lenni. Amiről beszélni fogok, a Bibliáról, ami a menedzser Biblia, és én így látom, hogy nekem ez a menedzser Bibliám, ezek a Stanford, a Harvard, az MIT, ezek a világ legjobb egyetemei, ahol menedzsereket is képeznek, de a menedzser képzésük olyan, hogy ezek az Egyesült Államoknak a egyetemei, ahol olyan 55 ezer dollár az éves átlagkereset, és amikor egy pofa kikerül ezekről az egyetemekről, vagy bármelyikéről, akkor rögtön 200 ezer dollárral kezdő fizetése. Szóval olyan nagyon rosszak azért nem lehetnek. Jó? Ezekről a könyvekről szeretnék beszélni az első részben. A második részben szeretnék egy vallást bemutatni önöknek, hogy melyik az a vallás, amiben a világ legjobb vállalatai hisznek, hogy ezzel a módszerrel lehetne a legjobb eredményeket elérni az üzleti életben. Balance scorecard, feltenni a kezét, aki hallotta már ezt a csúnya szót? Jaj, de jó, erről fogok beszélni, örülök neki, hogy... Jó? A harmadik részben esettanulmányokat fogok mondani a mi vállalatunk életéből, a Kürtről. Olyanokat fogok mondani, ami kifejezett csapatmunka. Olyanokat hoztam ide, és meg fognak lepődni. És a negyedik rész pedig a szociális felelősségvállalási programjainkról beszélek, több iskolánk van, és ezekről akarok. Csak egy képet nyújtani, egyszerűen csak elmondani, hogy nem csak a profit szerzésről szól ez a történet, illetve szeretnék megemlékezni Demján Sándorról itt. Egy hetet az életünkben együtt tölthettünk, és mély nyomokat hagyott bennem. És azt őneki volt az a mondata, ami azért megfogott, hogy akinek sok pénze van, annak legyen nagy szíve is. Hát ő ilyen volt. Gyerünk akkor, aki bújt, aki nem. Készen vannak arra? Ellazultak eléggé? Na, gyerünk! Péter Drucker, az első számú pofa, akivel jó lenne, ha megismerkednének. Büszkék lehetünk rá, mert hazánk fia volt. Az osztrák-magyar monarchiába született, és ma a legtöbbet idézett menedzser guru. A Google-ban 3 millió hivatkozás alatt nem tudnak találkozni vele. Valami miatt egyikük se ugrik fel, hogy tehát én ezt ismerem kívülről, Japánban az általános iskolában, az Egyesült Államokban, a középiskolában, és a világ valamennyi egyetemén tanítják, nem tudom, hogy nálunk tanítanak-e róla, de mindenképpen megjelent magyarul, ez tényleg egy győzikés könyv, nagyon nehéz olvasni a Péter Druckert, de ez a Drucker minden napra, ez annyira le van egyszerűsítve, hogy a Drucker tanítványai a Drucker könyveiből kiszedtek olyan részeket, olyan gondolatébresztő kis szakaszocskákat, amik össze vannak rakva egy könyvbe, és ha lenne egy szemüvegem, mert könyvem van, de nem érdekes, belepróbálok, tehát hoztam egy ilyet, és minden napra van egy történet. Minden történet olyan, hogy lehet rá válaszolni igennel vagy nemmel, vagy egy doktori disszertációval is. És
Csak otthon kikerestem, hogy május 3-ára mit mond. Ugye a 1970-es, 80-as években mit mondott ez a pofa. A globális versenyképesség, sajnos a szemüvegem nincs itt, de most már nem fogok elmenni érte, de hogy a globális versenyképességről beszél, és arról beszél, hogy kérem szépen, nehogy elhiggyük, hogy a lokális piacunkon is jó lesz az a vacak, amit mi oda termelünk. Próbáljuk meg elképzelni, hogy ma mindenki az internet miatt, írja 80-ba, eléri a világhálót, tudja, hogy mi egy jó termék, és nem lehet már letolni a torkán azt a terméket, ami ott mi helyben ott akarunk lenyomni. És minden egyes ilyen történet után itt van egy kis bekeretezett rész, hogy na és te hogy csinálod? Hát két olyan mondatot próbálok elsütni Péter Druckerről, ami belőle fakadt, és alapvető, talán még ha eszembe jut menet közben idézni is fogom, az egyik, hogy unflinching desire, oldhatatlan vágy. Kérem szépen, ha valaki valamit el akar élni az életben, csapatépítésben, pont ugyanúgy kell viselkednie, mintha a szerelemben akarna valamit elérni. Oldhatatlan vágyat kell érezni az iránt a személy után, vagy az iránt a dolog után, amit meg akar kapni és el akar végezni. Enélkül nem lehet sehova se eljutni. Nem kell tovább magyaráznom, ugye? A második gondolata az már a csapatra vonatkozik. Azt meg úgy hívják, hogy contribution, kontribúció a magyarul, és valami olyasmit jelenthet, hogy valami együttműködésszerű valami, de megkérdeztem egy amerikai barátomat, és akkor ő beszélt vagy 10 percet, most ennek a rövidített tartalma meg így szól, ketten, hárman, négyen, valahányan összefogunk. Mind a kettőnk, mindannyiunknak van valamilyen értéke. Nevezzük ezt kettőnek, háromnak, ötnek, és ennyinek. És összeállunk, és mi hosszú távon intellektuális élményt keresünk, nem pénzt. Intellektuális élménnyel akarunk együttműködni. És majd 10 év múlva, 20 év múlva, ha ezek a mi kis értékecskéink együtt majd 20 000-et fognak érni, akkor tök mindegy, hogy ki mennyivel szállt be ebbe a buliba, majd elosztjuk testvériesen, és úgyis degeszre szedjük magunkat, de közben mi már 1000-szer kielégültünk intellektuális élményekkel, hogy jó volt nekünk az életünk. Szépen éltünk, mert találtunk olyan embereket, akikkel jó együttműködni, együtt dolgozni, és hittünk a jövőbe, és meg is tudtuk valósítani. És ha nem, akkor is gyönyörűen telt az életünk. A Kürt közel 30 éve van a magyar piacon. Nekünk még nem sikerült ilyen partnert találnunk. Itthon. Németországban 2002-ben mentünk ki, mert pici volt nekünk, itt most ezt nem pejoratív értem, valóban. Tehát azzal, amivel mi foglalkozunk, az Magyarország túl kicsi piacú. Információbiztonsággal foglalkozunk, ezt gyorsan elsütöm, de nem a Kürtről akarok mesélni ma, tehát nehogy azt higgyék, hogy el akarom önöknek adni. Csak hogy ez van a hátam mögött, egy cég, ami két dologgal foglalkozik. Ha már elvesztek az adatok, akkor vissza tudjuk technológiáinkkal, vissza tudjuk állítani őket. Ezt úgy hívják, hogy adatmentés. És amíg még nem vesztek el, akkor meg tudunk olyan technológiákat, amivel meg lehet gátolni, hogy ellopják, vagy elvesszen. Ezt úgy hívják, hogy információbiztonság, vagy valami ilyesmi. Ezzel a két dologgal foglalkozunk, mi ebből keressük csak a pénzünket, semmi másból. Meg még lesz egy harmadik, azt majd elmondom. Ott tartottam, hogy már nem tudom, hogy hol tartottam, de mondjuk végezzük ki Péter Druckert, hogy nehogy azt higgyék, hogy nélküle lehet a menedzsmentről gondolkodni, a világról gondolkodni. Számomra a világot ő nyitotta ki, hogy nem csak az az üzleti vállalkozás, ami nekem van, hanem ennél jóval szélesebb, és igenis, az utolsó részben én a szociális felelősségtudatunkról akarok beszélni, amit már Péter Druckernek, meg jó néhány másnak köszönhetek, hogy igenis vállalkozóként az embernek ezzel is foglalkoznia kell, ha nem kötelező, akkor, vagy ha nem kötelező, jó?
ez a Howard Stevenson, ennek az volt a szerencsém, hogy ez a pofa, ez a Harvardnak egy tanára, és nekem a mentorom lehetett, erre büszke vagyok, de meg akartam tanulni, hogy ő mit tanít az egyetemen, hogy bevágódjak nála. És ez a könyv, ez a Just Enough, ez még a Peter Druckernek, ő megírta a saját maga nekrológiát is, de ez nem jelent meg magyarul, rohadt kemény könyv, de aki egyszer tudni akarja, hogy mit jelent a vállalkozás, azért nem árt, hogyha bele les ebbe a The Essential Drucker. Erről a könyvről beszéltem most. Ez a könyv arról szól, hogy egy Harvardot végzett egyetemista, az hogy gondol az életére, mitől szép az ő élete. Az egyetemi tanárok, egy csapata a 10 éven keresztül, vagy 100 Harvard egyetemet végzettet meginterjúvolt, és ennek az eszenciája ez a könyv, és ez azt mondja, hogy kérem szépen, egy Harvardot végzett egyetemistát 4 dolog érdekel. Happiness, boldog akarok lenni. Achievement, imádom a hatalmat, szeretek melózni. Szeretek melózni, hogyha ez az achievement. Az azt jelenti, hogy nem az a baj, hogy traktorra jött az esküvőmre, hanem az, hogy elfelejtetted felhúzni az ekét. Hát én mindenhol melózni akarok, nincs mese. Significancy. Imádom a pénzt, meg szeretem, hogyha nagy fiú vagyok. Na, ezt a hármat én ismertem magamtól is, ezért nem kellett volna nekem a Harvardhoz oda ragadnom. Ez volt az, ami teljesen új volt. Legacy. Maradandót akarok alkotni. Kérem, ugyanezeket a kérdéseket aztán, miután ezt ott föltették, a világ több egyetemén is föltették, és így Magyarország legnagyobb egyetemén is, nem akarom megbántani őket. 29 csoportba jöttek vissza a válaszok, még 40 éves korom alatt milliómos akarok lenni, és ilyen hasonló okosságok, de senki nem válaszolta, egyetlen egy egyetemista nem mondta ezt. Maradandót szeretnék alkotni. Ez most nem azt jelenti, hogy szobrot szeretnék magamról, hanem olyan eredményt szeretnék, amiben igenis. Ezt a könyvet azért szeretném elmondani, ez a Stanford Egyetemnek a sztár professzor, ez a Jim Collins, valahol itt rá van, eddig 2 millió eladott példány volt, ez 1990-ben, ma több mint 5 millió példány van ebből a papír alakon, és hogy elektronikus hány, nem tudom. Minden kisvállalkozónak, minden család, aki családja, bárkinek annyi jó ötletet ad arra, hogy hogyan kell jobbnak lenni, úgy, hogy egy nagyon egyszerű kérdéssorozatot tettek föl a Stanford Egyetem oktatói. Megnézték, kérdezték, hogy ki a világ legjobb vállalatai. Hát, válasz, Fortune 500. Ez a 90-es években volt. Aztán megkérdezték, hogy na, nagyon jó, kik azok, akik a Fortune 500-ban legalább 15 éve ott vannak. Hát azok már azért elég jók. Kaptak rá választ, 30 ilyen céget találtak a Fortune 500-ban. Következő kérdés, hogy ki az, aki olyan pofátlan, hogy már ott van 15 éve, ott rohad a Fortune 500-ba, és közben még a fő paraméterei, kapitalizáció, piaci részesedés, profit, folyamatosan emelkedik. Tehát nem elég, hogy 15 éveben vannak a legjobbak között, hanem egyre jobbak lesznek. Na, ezek a kiválók, akik csak bent vannak, azok a jók. És ez a könyv, ez a jóból kiváló, ez egy igazából egy magyar közmondásra megadja a választ, hogy kutyából soha nem lesz szalona. De a könyv írói azt mondják, hogy de legalább törekedjen rá az a kutya. Magyarán több száz olyan gondolat van leírva, ami mindannyiunknak szól, hogy igen, ezt meg lehet tartani, és lehet jobban építeni a családunkat, a saját vállalkozásunkat, a közösséget, ahol dolgozom, és a többi. Ennyi. Ugyanez a Jim Collins 2-3 éve megjelentette ezt a könyvet, kicsit ríme az ez, az Great by Choice, ez a, ennek a címe, az pedig Goodbye, mi volt annak az előnek a címe? Jóból kiváló az a
Good to Great. Jóból Good to Great, ennek a címnek a, ez a, vagy ennek a könyvnek a címe. Ez egy ilyen 15 éves könyv, ez még egy 2-3 éves, ez a Great by Choice. Magyarán ma már sokkal jobb kérdéseket tudnak feladni a Stanford Egyetem oktatói, mint annó tudtak, mert bárki megmondja, ott is, az utcán, meg nálunk is, meg önök is, hogy melyik a világ három legjobb vállalata, nem kell megnézni a Fortune 500-at, de ezzel a névvel, meg azzal, hogy a Stanford Egyetem van az ember mögött, oda tudnak menni az Apple-hez, a Google-hoz, a Facebook-hoz, és föltehetik a kérdést, hogy na, akkor ide a mikrofonba, a Magyar Rádió mikrofonjába, mondd szépen, hogy te mit gondolsz erről. És azok az emberek megtiszteltetésnek veszik, ha a Stanford Egyetemről odadugják a mikrofont, és el is mondják. És ebbe a könyvbe benne van, csak ez még nem magyarul. Ha eddig aludtak volna, akkor kérem, most ébredjenek föl, mert tök mindegy, hogy eddig mit mondtam, ez a könyv a tuti. Ez az MIT, ez a Massachusetts Institute of Technology. Annak a sztárja ez a Peter Zenge. Ennek millió és millió követői vannak a világban, imádják az egészet. Hál' Istennek magyarra is lefordították a 90-es években, de a lényeg, ami ebbe az ilyen könyvbe benne van, az mindannyiunk számára aranybetűsnek kéne lenni. Hogyan lehet öntanuló szervezetet építeni? Hogyan tudjuk a családunkat úgy összerakni, hogy folyamatosan fejlődjünk? A gyerekek folyamatosan egyre jobban tanuljanak, mi szülők egyre több pénzt tudjunk rendelkezésre bocsájtani a családnak erre, arra, amarra, és a nagyszülők ugyancsak ebbe az együttesbe hogyan képesek több és több időt szánni arra, hogy a gyerekek is, a szülők is, meg a nagyszülők is, önmaguk is jól érezzék magukat ebbe a közösségbe. Hát ez ebbe le van írva. Nem egyszerűen. Ezzel nem akarok sokat beszélni, ez a legkorszerűbb gondolkodás, ez a lean, bizonyára hallottak róla, és egy menedzser gondolkodás, de egy példát hadd mondjak el belőle, jó, a könyvből. És talán az rávilágít arra, hogy erre a gondolkodásra. Észak-Amerikában a Toyota képviselője, aki az ilyen olyan kocsikkal foglalkozott, hogy hátul egy kis teherautó, elől meg egy kis személyautó, és hogy az megvásárolta az összes erre vonatkozó információt, azt a Gartner Group az, aki az ilyen információkat gyűjt és eladja, és megvette, és megtanulta belőle, hogy kérem szépen az ilyen kocsikat a kisvállalkozók szeretik, mert akkor viszi a cuccait is, meg a családot is tudja vinni, és a többi, és a többi. Azt mondja, hogy rendben van, hát ezt nagyon jó, hogy ezt tudom, de azért végigjárom Észak-Amerikát, és megnézem nem csak a Toyota, hanem az összes többi ilyen típusú kocsi árusítót, hogy mit tudnak erről. És a pofa végigment, nem tudom én, 800, nem tudom hány ezer mérföldet végigautózott, és a következőképpen tette közzé azt, amit látott, nem a közösségnek, hanem a Toyotának. Kérem szépen, hülyeség, amiről beszélnek, ezt nem a kisvállalkozó szereti igazából ezeket a kocsikat, hanem ezeket a gyerekek szeretik, azok a gyerekek, akik már jogosítványt kaphatnak, ez egy marha nagy dög, ezzel föl lehet tűnni, és azt imádják benne, hogy bömbölhet, és a többi. Magyarán ez a Toyota ebből a válaszból azt szűrte le, hogy 500 dollárért beleszerelt nagy gombokat a kocsiba, meg jó minőségű hangszórókat. Kérem, 28%-kal megemelkedett a Toyota eladása az Egyesült Államokban. Ettől, hogy ez a pofa nem a fülének hit, nem a mások hülye szövegének hit, hanem a szemének. De ismerik azt a vezetőt, hogy a pofa otthon a feleségét a barátjával együtt találja, és akkor a feleség megszólal a kábulatból, hogy ja, édesem, te most a nekem hiszel, vagy a szemednek? A pofa a szemének akart hinni, és nem a nekem. Idézőjelben. Erről beszéltem, ez a Lean Startup. Megjegyzem, ez egy magyar származású pofa, tehát még ez a Rizs nevű pofa. Az első fejezetben végére értünk, hogyha nagyon nem lelkesedtek, hogy kérdéseket dobálnának nekünk, én darálok és megyek tovább. Tudnak még nem a... Hoppá! Én szeretném megtudni, hogy abban a könyvben vajon mi van, hogyha már a könyvismertetőknél tartunk. Melyikben? Abban ott lehet. Itt? Ebben? Igen, igen.
Hát adok egyet, és akkor otthon elolvassak. Én csak dobni tudom. Megjegyzem azért, tehát, hogy nem akarok zsákba maskát. Tudom, ön is szeretne egy ilyet, adok meg pillanat. Csak nincs sokkal végtelen. Arról van szó, hogy ismeretterjesztő könyv. A mi foglalkozásunkról, mi információbiztonsággal foglalkozunk, ezt most másodszor mondom, tehát azért figyeljenek, mert többet visszakérdezem. A világban rettentő sok zagyvaság nem véletlenül van ezzel kapcsolatban. 91 néhány történetet írunk le egy-két oldalban, hogy mások miért veszítik adataikat, miért hülyék, miért csinálják rosszul, de mi soha. Típusú gondolatok vannak benne. Még egy-két poén is el van sütve, tehát nem boltban nem kapható, tehát ezt tényleg ismeretterjesztésnek szánjuk, főleg iskolákba szórjuk szét, és hoztam 10 darabot, tehát addig még. Jó? És akkor a második tétel, ez a vallásunk, ez a balance scorecard, ez a BSC, ez a balance scorecard. Kérem, ezt a Harvardon dolgozták ki ezt a vallást, egy Norton és egy Kaplan nevű pofa. Ha ők életükben, ezt én gondolom, leírtak volna valaha egyetlen egy tő mondatot, már réges-rég Nobel-díjasok lehetnének, vagy már többszörösek is. De ezek nem, ezek csak írnak egy mondatot, és a harmadik oldalon még mindig nincs vége. Pokoli nehéz elolvasni, de ha hiszik, ha nem, a Fortune 500-nak előbb említett, hogy hívják, cégei közül több mint a 75%-a e vallás szerint él. Tehát az ő gondolatiságuk, hogy hívják. Na most a következőre kerül most sor, szedjék össze magukat, vagy dőljenek el már rögtön most, mert hát egy olyan 15 perc alatt fogom lenyomni most az önök torkán azt, amit a Harvardon 4,5 évben tanítanak. Csak szeretném arra kérni önöket, hogy hagyják magukat. Tehát ne, bármilyen gondolatuk van közben, ha ezzel kapcsolatban van, jöjjenek elő, és elmondom, jó? Maga a rendszer, amiben ők gondolkoznak, az eredetileg egy 4-dimenziós rendszer. Kérem, ne jegyenek meg, az a tér, amiben önök nagyszerűen eligazodnak, az egy 3-dimenziós rendszer. Ezt tudjuk, ugye? Amikor megjelent ez az Einstein, akkor azt mondta, hogy hát próbálj meg a tér és időbe gondolkodni, az egy 4-dimenziós rendszer. A tér és az időt együtt elképzelni. Tehát ez még remélem megy, ugye? Ha nem, akkor most eldőlhetnek aludni. Ezt mi nem tudtuk a kürtbe leképezni. 1995-ben határoztuk el, hogy mi is akarjuk ezt, mert ez mások szerint annyira jó. Hát olyan házasság lett, hogy se veled, se nélküled. De azért mégiscsak engem hívtak meg. Mi egy 5-dimenziós rendszert képzeltük el, nem tudtuk leképzelni a mi agyunkkal azt az nagyon egyszerű tényt, amit most föl is teszek kérdésnek, hogy melyik az a fő dimenziója ennek a rendszernek, a vállalkozás rendszerének, mi az a fő valami, amit valószínűleg nem véletlenül az első helyre soroltak a megalkotói, ez a Norton és a Kaplan a Harvard Egyetemen. Valakinek lenne valami ötlete, csak dobjanak fel egy-egy mondatot, aztán mi lehet a fene az, hogy nem, akkor megfélemlítettem önöket, ne haragudjanak. A vevői elégedettség. Ez az, amiért érdemes élni, az összes többi hasbeszélés. És akkor gyerünk, megpróbálom most, óra indul, jó? És egy 10 perc múlva ki fogunk szabadulni ebből a rabságból, csak szeretném, ha legalább látnák, hogy a világ legjobb vállalatai milyen helyzetben gyötrődnek, vagy élvezkednek. Az egészet mi 5-dimenziós rendszerbe gondoltuk le, és azt fogom elmondani, mert ezt legalább értem. De ez a balance scorecardnak a magyar megfelelője. Az első dimenzió. Melyek az értékeink? Most ez a kürtre vonatkozik, de én nem tudom, de önök is próbálják meg bejelentesíteni, hogy mi a családi értékük. Hogy a gyerekekből okos embert akarunk csinálni. Ez egy érték, ezt szeretnénk elérni. És ezért hajlandók vagyunk, ezt azt azt betenni, jó? Most, hogy tovább tudjak menni a kürtnek, elmondtam, adatot mentünk, információbiztonsággal foglalkozunk, tehát ebből vannak a bevételeink, és pofátlanul még a kutatás fejlesztéseinket is eladjuk. Ez a kutató-fejlesztő csapatunk minket elégít ki,
meg még a piacot. Tehát ha valakinek kell a mi adatmentési technológiánk, mi eladjuk, nem sokat vacakolunk vele. És így a világban jó néhány helyen a mi technológiánkkal mentik az adatokat. Eddig ez érthető. Mi a mi értékünk? Egyes dimenzió. Kettes dimenzió. Ez egy nagyon jó kép. Hát ez a csapat. Hogy így megy a csapat, ugye? Egy lóg rajta, egy meg háttal van az egésznek, és tojik az egészre. Így, ilyen a csapat, kérem. De a második dimenzió, kik állítják elő az értéket? Hogyan lesz érték? Érték úgy lesz, hogy vannak közvetlen előállítóink, akik kint vannak a harctéren, mikroszkóp alatt, beöltözve ilyen űrhajós ruhába, és tiszta térbe keresik a biteket. Vannak közvetett értékelőállítóink, például a HR-esek, a minőségmenedzsment, a pénzügy és a többi. És vannak beszállítóink, akiket megveszünk egyszerűen eszközöket, hogy nehogy már nekünk kelljen azt is megcsinálni. Mitől lesznek értékünk? Kik, akik az értéket előállítják? Harmadik dimenzió. Ja, az első kettő együtt, hát egy Excel táblát fognak látni, nehogy már meglepődjenek, ez nem más, mint a vállalatnak a mérlege. Ezek a bevételek, a függőleges kolbászok, a viszintes pedig a kiadások. Hát ennyi. Ezért nem kellett volna eljönnöm ide, ezt önök eddig is tudták. Most kezdődik igazából a fekete leves. Harmadik dimenzió. Kérem, az idő, az pénz, ezt önök is tudták, nem kellett nekem ide jönnöm ehhez, de kérem szépen, az időnek legalább három diszkrét értékét tudni kell, és kezelni kell tudni. Azt, hogy van egy operatív idő, ez a ma. Ma szolgálom ki a vevőmet, mert ha nem, úgy pofára esek, hogy kész. Az egész üzletet be lehet zárni. Van-e egy olyan idő, ami a holnapról szól, de ezt is ma kell csinálnom, ez a fejlesztés. Tehát nekem holnap olyat kell eladnom, amit holnapi vevő akar megvenni, mert én a mai termékemet már nem tudom holnap eladni. És van egy olyan, ami a holnap utánról szól, ez a stratégia. Hova a francba akarok eljutni? És kérem, nem ez a logikája a dolognak, amit most elmondtam. Aki ezt hiszi, az fordítva ül a lovon. A logikája az, hogy kéne tudni előre, hogy hova a fenébe akarok eljutni, hova szeretném a családomat látni 5 év múlva, 10 év múlva, új lakást szeretnék, új autót szeretnék, és a gyerekeimet egyetemen szeretném látni, és utána ahhoz kéne, na milyen fejlesztéseket kéne végrehajtanom. Hát ahhoz kevés az a pénz, amit most keresek. Akkor nekem új helyen kell dolgoznom. És ott ezekből meg le kéne mondani, hogy na akkor mi lenne a mai tennivalom, hogy ezt a stratégiát el tudjam érni. Ha valaki meglepődött, akkor hiszem azt, hogy rossz úton vagyok. Balance scorecard. Az első három dimenzió most együtt. Ha emlékeznek rá, hol vannak azok az értékek, amiket én előállítok? Kik azok, akik az értéket előállítják, és az idővel hogy gazdálkodok? Kérem, ne lepődjenek meg, ez egy Rubik kocka. Itt minden egyes kockának, ez 3x3x3 az 27 kocka, lehetne itt látni, aki észreveszi, van értelmezési tartománya, ennek van lényege. Kérem, a kürt számára az adatmentés, Ben, a közvetlen értékelőállítók, akik ott dolgoznak és a biteket keresik a mikroszkóp alatt tiszta térben, azoknak az operatív dolga, a mostanja, az átkozottul fontos. Ebből lesz nekünk ma pénzünk. Tehát magyarán ebbe a kockába az adatmentés, amit meghatároz közvetlen értékelőállítók, meg a operatív dolog, abba nyugodtan beírhatunk mondjuk egy 10-es számot, hogy ez állatira érték nekünk. Abba a kockába mondjuk, ami a beszállítóinknak a stratégiája, mondjuk a adatmentés témájában, az baromira nem érdekel minket. Megveszük akkor, amikor éppen kell, nem érdekel, hogy a beszállítóinknak mi a stratégiája. Ha jó az áruja, megveszik, ha nem jó, nem veszük meg. Ide ez egy nulla értéket fog kapni az a kocka. Ha így megtöltünk minden kockát, akkor kérem szépen a mi tevékenységünk véget ért. Már mi, akik arról veszek, a vezetőknek, akinek döntést kell hozni, mert ez volt a döntés. Kérem, ezzel nagyon kell foglalkozni, ezzel alig, ezzel meg egyáltalán nem kell. És ekkor vége a vállalat szabadsági foka vége, kérem, ebben a rendszerben kell tudni eligazodni. És amikor értekezlet van, akkor nem arról beszélni, hogy a WC tiszta volt-e vagy sem, mert az ebben a rendszerben nincs is benne. Az félre beszél, az hülyeséget beszél.
Itt csak arról lehet beszélni, hogy kérem, az adatmentés operatív idejében hány vevő ment el, mert nem tudtuk kielégíteni, és mi a fenét akarunk ezzel kezdeni, és szembe merünk-e nézni a saját hülyeségünkkel, hogy nem foglalkoztunk vele eleget, és nehogy már azzal foglalkozzunk, hogy milyen a beszállítók stratégiája. Egyáltalán nem érdekel minket. Ha ezek számmal meg tudnak telítődni, a vállalat, a család tudja, hogy mi az Istennel kéne foglalkoznia, és nincs tovább magyarázat. Ez egy háromdimenziós modell, gyorsan tovább megyek, mert én egy ötdimenzióst ígértem. A negyedik dimenziós modell az a közgazdaságtanból ismert PDCA ciklus, ezt a képen egy mosolyogjanak egyet, és már megyek is tovább. Itt arról van szó, hogy minden egyes fontos folyamatunkat jó lenne megtervezni, aztán jó lenne végrehajtani, és aztán ellenőrizni, hogy a tervezés és a végrehajtás között mi a fene volt a különbség. Látható, hogy én kitakarom? Lát, ön is lát? Jó. Ha így van, akkor ez egy mechanika. Higgyük el, hogy ez egy év alatt végrehajtható valami. Itt csak összeadni, kivonni kell tudni. Nem egy nagy vasszizlasz. Kérem, itt van a ebbe elhantolva. Megtörténik-e a visszacsatolás? Hát kérem, terveztünk valamit, végrehajtottunk valamit. Megszoktuk már, hogy a végrehajtó azt mondja, hülye a tervező hülye, azt mondja, hülye a végrehajtó, mert ott az ellenőrzésből ez kiderül valami. Akkor nagyon rossz a helyzet. Akkor nagyon rossz a helyzet, mert semmi nem derül ki. Mert kérem szépen, itt dől el, hogy a vállalat, a családunk olyan lelki állapotban van-e akkor, amikor nekünk vissza kéne csatolni, meg kéne mondani, hogy mit lehetne jobban csinálni, mit szúrtunk el, mik voltak a hibás lépések ennél, és ha nem vagyunk olyan lelki állapotban, amiben nagyon ritkán van egy vállalat Magyarországon, és nagyon gyakran van itt a szomszédban, Németországban, amikor kimeri mondani mindenki, hogy mi jut az eszébe erről a tervezés végrehajtás ellenőrzésről. Kevés az, amikor tervező azt mondja, hogy hülye a végrehajtó, tehát az nem jó. És ez a versenyképességnek egy jelentős tényezője, ez a visszacsatolás. És ahogy a magyar vállalati kultúrában az van, hogy a főnök mindig okos, én meg kis beosztott vagyok, már meg sem merek szólalni, de nehogy már, ráhagyom a főnökre, megette a fene. Kérem, az nem tud. A Péter Zenge szerint, ha emlékeznek arra, hogy ő arról beszélt, hogy hogy lehet egy önszabályzó szervezetet felépíteni, ez egy alapvető lépése annak. Csak ez a Harvard, meg az MIT, ezek egymásból élnek ezek. Ezt mondták, hogy kérem, ha ezt nem tudod megcsinálni, és már nem egy év alatt kéne ezt a ciklust megcsinálni, már nem fél év alatt kéne, már nem negyed év alatt, hanem ők már meg tudják csinálni ezt 6-7 alatt, el tudják képzelni, hogy fényévekre vannak tőlünk, ahol nálunk, ahogy a stratégiáról mesélnek, talán jó, ha cégenként egy évente ezt a hablatyot végigcsinálják, a főnök elmondja, hogy mi a tuti, okosak vagyunk, de azért mégis szarul, mert rosszul megy a vállalatunk, és ugyanazt csináljuk jövőre is, mint eddig csináltuk. Elnézést, hogy pesszimista vagyok. Voltak már olyan értekezleten, ahol nyugodtan elmondhatták a gondolataikat, és az bele is került a jövő terveibe, és az már valami eredményt is hozott, és önök ezt fel is tudták idézni? Igen? Hurrá! Meg ajándékozhatom? Nagyon szépen köszönöm. Örülök neki. Akar valamit mondani? Ne arra vigyel. Köszönöm szépen. Nem, mert... Tovább megyünk, jó? Első dimenzió, ha emlékeznek, csak gyorsan visszaböfögöm, az volt, hogy mi az az érték, amit mi elő tudunk állítani. A második, kikkel állítjuk elő az értékeket, hogyan állítjuk el az értéket, az mibe kerül nekünk. A harmadik, az idővel, hogy a fenébe tudunk gazdálkodni, észreveszük-e, hogy van jelen idő, van ma, van holnap, meg van holnap után. És a negyedik dimenzió, ez a tervezek, végrehajtok, ellenőrzök és visszacsatolok ciklust. Ezt hadd mondjam el.
első általánosba jártam, és a Mária néni, az azt mondta a tanítónénink, hogy szeretnélek megkérni titeket, hogy imádkozzatok esténként. És én jelentkeztem, hogy Mária néni, én nem tudok imádkozni, ennek megvan az oka, elmondtam neki. És azt mondja, ez nem baj, csak annyit kell tenned, hogy mondjuk esténként, mert ő azt mondta, hogy esténként kell imádkozni, esténként végig gondolod, hogy mi történt veled aznap, és hogyha jó dolgok történtek, akkor azt megköszönöd Istennek, ha meg rosszak, akkor meg bűnbánó vagy, és valamit kell ezért föleállanod. És marha jó volt, ezt megértettem, és akkor ilyen olyan a fürdőszobánkban olyan tükör volt, ami így volt egy fix része, és ilyen mindegy szárnyas volt, arra két része meg így behajtható volt, látom, hogy önöknek is ilyen volt, ugye? És akkor úgy bedugtam közé a fejemet, akkor olyan 1000 fejemet láttam, és akkor ott imádkoztam, ott ültem egy sámlin, és akkor ott elmondtam, hogy mi volt. Kérem, ma is ezt csinálom. Ez pontosan ezt mondta el a Mária néni, hogy tanuld meg, hogy mi volt, ami jó, tanulj belőle, mi volt, ami rossz, tanulj belőle, és olyan sok dilemmá, ismerik ezt a szót? Dilemmás helyzetbe kerülsz, mint vezető, hogy ha ezekben valahogy nem próbálsz meg eligazodni, tehát nem tudod bejelölni, hogy ez jó volt, ez meg rossz volt, mert az eredménye volt, hiába, még ha lehet, hogy jó lépéseket csináltál, de az eredmény rossz volt, akkor is azt tartsd rossznak. Ez az életemről, ez, ugye ez a PDAC ciklust verte a Mária néni a fejünkbe akkor. Az ötödik dimenzió. Itt magyarán ez nem, az első négy, amiről beszéltem, ez közgazdasági fogalom volt, összeadhatók, kivonhatók, számolhatók, az idő mérhető, a bevételek mérhetők, a kiadások mérhetők, tehát semmilyen, ez nem, ez az ember, ez a kultúránktól függ, ez, hogy ez a gyönyörű nő egy szeméttelepbe is jól el van. Ez van. És kérem szépen, hát ezt hogy lehet mérhetővé tenni? Így. Kérem, a lojalitás az mérhető, azért a felelősségteljes gondolkodás, a csapatmunka, a felelősség, a döntésjegyek, ezek mind azok, amik a kollégáinktól függenek. Az a pofa, akit többször is mutattam, Jim Collins, a Stanford Egyetemnek a sztárja, őneki van egy ilyen mondata, ami így bele van írva az agyamba, hogy nagyon nézd meg, kit veszel fel az autóbuszodra. Ez azt jelenti, hogy azok, akik vezetők vagy családfők, azok nem one-man-show-t csinálnak, hanem gyerekeket, nagymamákat, nagyszülőket, mindenkit vezetni, próbálnak helyre tenni. Busz, autóbuszon utaznak, és nagyon meg kell nézni, hogy kivel, főleg, hogyha vállalaton van. Mert egyszerűen a lojalitás, tehát ezek a fogalmak, ezek nélkül baromi nehéz csapatot építeni, vagy szinte maradjunk abban, hogy lehetetlen. Tehát aki egy tál lencsér eladja a vállalatot, képzeletetlen. Egy gyors áttekintés akkor. Ez a, higgyük el, hogy az én gondolatom, hogy az idővel való gazdálkodás, a visszacsatolt szabályozás, és a kultúránk, az mi nem vagyunk a toppon. Nincs is hagyományunk nagyon, nem is nagyon foglalkozunk vele, viszont a versenytársainknak itt a szomszédba, Svédországba, Egyesült Államokba, ezek már kisújjukba vannak, és Japánba el se tudják máshogy képzelni a világot, mint ezekkel a tételekkel. Hát óhatatlanul is nekünk meg kell tanulnunk ezt, hogyha mi nem a világ századik legjobb országa szeretnénk lenni, hanem a tizedik, mint az osztrákok itt mellettünk. Ez csak... És akkor befejezőképpen a balansz scorecardot lesújtottam önöket, ugye? Jó, mindjárt fel fogom dobni, jó? Csak ezen még jussunk végig. Kérem, itt van egy ötdimenziós tér. Hol a francba kéne megtalálni a munkapontunkat? Ez már nem a balanszkorkád, ez már a kürt faragta ki magának így, hogy azt mondtuk, hogy kérem,
Nekünk öt elemből áll a célfüggvényünk, és jó lenne valahol e öt erre öt dolognak a meccéspontjában dolgoznunk. Az egyes az, hogy az eredmények maximalizálása, de hát ezt gondolom, ezt nem kell magyarázni, profitot kell termelni, mert különben nincs cég. De a másodiktól az ötödik, ez mind kiadás, ez bevétel, ez mind kiadás, és a kiadások maximalizása. Tehát nekünk a legjobb stratégiánknak kell, hogy legyen, mert ha nem, akkor kóvágunk, mint gólya a levegőben, és nem tudjuk, hogy merre van a célunk, hova akarunk elérni. Rengeteg energiát pazarolunk el azzal, hogy valahogy kóvágunk. A fejlesztéseinknek jót kell fejleszteni, mert nincs holnap mit eladnunk, hogyha nem jó a fejlesztésünk. Tehát erre nagyon oda kell figyelnünk. Mi ide dugtuk el azt, amit én az elején mondtam, hogy a vevő elégedettség, az az igazi. Kérem, mi a mi kultúr szintünkkel itt ebbe az elrejtett ponton tudtuk megérteni, hogy kérem, jó minőségű terméket kell, szolgáltatást kell eladnunk. Nem tudtuk az első helyre tenni, mert ezt senki nem, nálunk sem tudtuk megvalósítani. És hát ez a ötödik dimenziónak a értékelése, nagyon oda kell figyelnünk az emberi erőforrásainkra, hogy az jól érezze magát, az szeressen dolgozni, bla 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 bla. Jó, ennyi volt ez a Harvard négy fél éves tananyag. Remélem föllazultnak egy kicsit. Hogy gondolják, egy 2-3 percet fölállnak, mozognak, mert mostantól kezdve azért már élvezetesebb részek jönnek. Mehetünk tovább akkor? Jó. Jó. Hogy néz ki a csapat, amit Kürtnek nevezünk? Jó? Most csak erről fogok beszélni. Jó néhány percen keresztül, aztán fogalmam sincs, most van 6-kor kezdtük, de nem én kezdtem 6-kor, a Misi kezdte 6-kor, azért egy fél órát, ő simán végig dumált. Itt vagy, Misi? Nem? Akkor csak negyed órát, jó? Na, ott tartottunk, hogy jó, akkor néhány esettanulmányt fogok elmondani, és azt szeretném mondani, ez nem esettanulmány, ez tény. 2006-ban az Európai Uniótól kaptunk egy ilyen avardot, hogy a kürt benne van a 500 leggyorsabban fejlődő európai vállalat között. Igazából mi a fenétől, jó, nem, ezt nem ezért, csak azért akarom mondani, hogy mi a fenétől vannak ezek az elemek. Egyes esettanulmány, Business Week nevű szennylap, az van odaírva, hogy akik Magyarországot felrajzolták a csúcs technológia térképére. Ez itt a testvérem, nem tudom, mondtam, hogy ő a feltaláló nálunk, én meg a evezős, aki végre próbálok megfelelni az elvárásainak. Ez meg én. Itt meg a Műegyetemnek valamilyen épülete, vagy akármi van hátra. És hogy került ez oda? Nem hirdetés. 840 ezer dollár lett volna, ha ez hirdetésként jelenik meg. Kérem, a call centerünkbe, ahol csak két diplomával lehet odaülni, pedig normálisan két kérdést tesznek föl, mennyi idő alatt és mennyiért? Ezt teszik föl. Amikor a Business Week betelefonált, a call centeresünk megértette a bemutatkozásából, hogy mit mond, és azt, a szokásos válasz erre a kérdésre az lett volna, hogy 3000 dollár és 3 hét, és a call centeresünk azt mondta, hogy 2 nap és 2000 forint. Business Week ez felvisított, hogy hurrá, 2 napra, de azt mondja, nem tudja, mi az, hogy 2000 forint, a call centeresünk meg azt mondta, hogy ne haragudjon, nekem nincs időm arra, hogy én önnek elmagyarázzam a valuta árfolyamokat, de kapcsolom a főnökömet, hát ha neki van. Nekem meg volt időm. Azt mondtam, hogy hát marha jó, hát hogyha már így alakult, akkor jöjjenek el ide, hozzák át a problémás eszközüket, küldjenek egy újságírót meg egy fényképészt, és amíg ők csinálnak egy cikket Magyarországról, addig mi megmentjük az adatukat. Hát blöfföltem, hát onnan a fenéből tudtam, se tudtam. Megtörtént, ott vagyunk. Ahogy hívják, a fölhívott utána a Business Week-nek a főnöke. Azt mondja, ne ragudjon maga, tudja, hogy ez 840 ezer dollár lett volna ez a hirdetés?
De hát mondom, hát ne haragudjon, hát nem én hívtam magukat, önök hívtak minket. Ez a The Guardian, ez egy angol jelentős a posztkommunistákat utáló napilap. Hát mi pedig akárhogy is. És mégis megjelent benne egy olyan címmel, hogy ez az adatmentő duó, ezek azt hitték, hogy a testvéremmel mi kettesben ott mentegetjük a biteket, pofán vágta a Góliátot az adatmentés területén, magyarán az amerikaiakat. A történet mögött az áll, hogy Angliában egy bírósági ügy lett abból, hogy tönkre tettek adattárolókat azok, akik egy nagyon súlyos sikkasztási ügyben vettek részt, és 400 millió font sterlingről van szó, és ezt az összetört adattárolókat elküldték a fél világba, 4 évig utazott ide-oda, utoljára Amerikába volt sokat, és nem tudták meg, és akkor elkijöttek hozzánk, a Interpol, rendőrség, minden szar, és kezdték nekünk magyarázni, hogy akkor most ők átveszik a mi kulcsainkat, és akkor csak úgy mehetünk be, hogyha ők beengednek meg, mit tudom, micsoda. És akkor mondtam, hogy ez még nem kóser, menjenek ki, cigizzenek egyet, a kollégáim el fogják dönteni egy fél óra alatt, hogy meg tudjuk-e menteni, akkor megmentjük, és önök mennek vissza a géppel, ha meg nem tudjuk megmenteni, meg tök mindegy, akkor mi se tudtuk megmenteni, ugyanúgy járnak, mint ahogy a világ, ahogy az elmúlt 4 évben jártak. A kollégáim a csúcstechnológiai üzemből kerültek a kürtbe, tehát mi nem az uborkafáról jöttünk le, kérem, hanem a Magyar Optikai Művekből, ami egy csúcstechnológiai adattároló gyártó volt a régi világban, az elektronikus mérőkészülékek gyárából, ami Magyarországra honosította a magyar állam által megvásárolt számítástechnikai eszközöket, és ebből jött össze a kürt. És ezek az eszközök között, ami a múltban ezek az emberek a fejlesztésen dolgoztak, és azok hát nem voltak kiváló minőségűek, ott az eszköz önmagát tette tönkre, itt pedig egy ember tette tönkre az eszközt, de a probléma szempontjából az tök mindegy, hogy mitől olyan a valami, amilyen, milyen úton jutott el oda, ez senkit nem érdekel, tudsz-e adatot menteni, vagy sem? Na, a kollégáink tudtak adatot menteni, úgyhogy másnap hazamentek, és akkor ezek meg hálálkodtak. Vagy ezek meg itt minket mennybe menetettek, az angolokat pedig amerikaiakat elküldték a francba. Pedig nem igaz, mert a háttérben nekünk megállapodásunk van, volt az amerikaiakkal, hogy kérem, mi az ügyfelekért dolgozunk. Emlékeznek a balance scorecardnak az elejére? Ügyfél elégedettség. Tehát nekünk nem az kell, hogy ha én nem tudom megoldani az adatot, tegyem annyira tönkre az adattárolót, hogy máshova már ne lehessen elvinni, hanem az amerikaiak, ezt éppenség az amerikaiak küldték el nekünk, mi megoldottuk a feladatot, megkaptuk a zsetont, nem keveset, és elfeleztük az amerikaiakkal, mert különben mi még nem tudtuk volna megoldani, ha ők nem értenek mi engem. Hát ez van. És mindez miért? A vevői elégedettsége. Kérem, ez 2001. szeptember 11-e a CNN. Egy kollégám a marketingen úgy ítélte meg, hogy hoppá, hozzák a kenyerünket, amikor omlottak a tornyok. Én ültem ott sokkolva, hogy atya úristen, világháború. Gondolom, ahogy önök is. És volt egy kollégám, aki azt mondta, hogy nem, ez most nekünk dolgozik ez a világ, és írta az Egyesült Államokban a Magyar Nagykövetségre, hogy hát, mi tudnánk adatot menteni abból a halmazból, amit ott látunk. Emögött aztán lett egy szerződés az FBI-jal, küldték ide, mi mentettünk, titoktartási nyilatkozattal, ez most is köt engem, de azt, hogy a CNN megjelent képet bemutassam, az nem. Kérem, ez volt régen ebbe a házba, volt régen a kürtnek a headquarter-e. És talán, ha ügyes vagyok, akkor talán ezt valahogy el tudnám indítani, vagy ha megkérem a technikust, hogy valahogy kattintson ide, mert akkor ez a videó elindul, megtennék nekem. Ugye? Köszönöm szépen. Talán, hogyha hogyha kattint, akkor ez a videó el fog indulni. Ha nem, akkor nem érdekes. Elindult? Na mindegy, csak szerettem volna bemutatni, hogy 10
7 évvel ezelőtt azért milyen jól néztem ki. Jó, ez a szoftver, tehát a helyi szoftver valami akad, de higgyük el, hogy ez nem ámítás. Ez aztán, most ez a marketing felülete annak, hogy egy marketingesünk azt mondta, hogy hé, itt vagyunk Magyarországról, mi mentegethetünk abból, amiben ott a repülőgépek beragadtak. Kérem, a október 9-én, szeptember 11 volt, október 9-én a New York állam kormányzója, George Pataki, kedves Kürti úr, hát de marhára köszönjük ezt, hogy... Azért ezt egy marketingesünk csinálta. Azért ez nem akármi. Kérem, meghívott a Pataki, ebből a kettő, az egyik a Pataki. Meghívott magához. Hogy hívják ott, hogyha nézik, ez a Kürti jelvény, ez a Patakin van, nekem a New York állam kormányzója. Aztán valami miatt így jöttem haza, de hát... Na most ott egyet fennel, most gyártottunk még egy ilyen Kürti jelvényt, hát most nem akarom visszakérni már. Félre a tréfával, kisvártatva, azért megtörtént ez is. Valamelyikünk az Egyesült Államok elnöke. Kérem szépen, a fél tréfát félretéve. Nem tudom én, hogy hányszor találkoztak politikusokkal. Kérem, én eddig, amíg nem találkoztam a Bushsal, én úgy gondoltam rá, hogy hát ez egy idióta, majom. Itt, amikor találkoztam vele, meg voltam győződve, hogy na, ilyen emberrel én még az életemben nem találkoztam. Tudják mitől? Úgy képzeljék el, hogy ez a pillanat, mondjuk ez legfőjebb 2 percig tartott. Ez alatt a 2 perc alatt szorította a kezemet, csak az én szemembe nézett, a többi hülye nem érdekelte őt, ahogy én se érdekeltem ezután már egy másodpercre, de ez alatt a 2 perc alatt csak rám nézett, és csak azt kérdezte, hogy miért vagytok ti ilyen jók? Mi a fenétől? Hát ez fantasztikus. És én meg hagyta, hogy beszéljek, és csak rám nézett, 2 perccel megajándékozott az Egyesült Államok elnöke. Önök voltak már valaha egy politikussal, aki nem már így ment tovább, csak na, fogtak ez. Én még nem. Elkápráztatott. Itt a vietnámi honvédség vezérkara, ez a vezérigazgatónk, ez a fiatalember, az ott a fejlesztési vezetőnk, éppenséggel a gyerekem, és ez pedig az adatmentésünk vezetője, a Kertész Zoli, az a kopasz, őt az IBM-től importáltuk. De ide nyelvtudás nem kellett, mert itt magyar volt a kommunikációs nyelv, mert a vietnámi hadsereg vezérkara Magyarországon járt egyetemre, és nekik ez volt a titkos nyelvot. És kérem, azt szeretném elmondani, hogy nem hiszem, hogy ezt csak mi fedeztük föl, de hogy mi évente ilyen köteg zsetont szedünk be Vietnámból, az biztos, hogy eladtuk az adatmentésünket jó néhányszor, a vietnámi biztonsági központot mi építettük meg. Ezért. Mert ott a Ho Chi Minh előtt a Jóska szépen ki tudott öltözni, és rendesen tudott, szépen tudott beszélni magyarul, mert mindenki értette. Ez az Arab Emirátus. Ez a pofa kecskepásztorként nőtt föl, talán Jordániában vagy hol. Aztán kiderült, hogy olaj van a talpuk alatt. Ja nem, kecskepásztor, de nem nagyon szeretett kecskét pásztorkodni. Már elmondta nekem, hogy, és akkor megtalálta, hogy a Magyarországon a nyergesújfalui viszkóza gyárban gyártanak strapabíró harisnyákat, vagy zoknikat, és akkor vett, és akkor eladta araboknak, és akkor megszerette a magyarokat. De aztán, amikor kiderült, hogy olajuk van, akkor és rengeteg pénzük, akkor a gyerekeit azért hiába szerette a magyarokat, Amerikába küldte egyetemre, ez informatikus lett, az meg bankár. Na, és akkor az informatikus akkor valahogy hallotta ezt az adatmentést, akkor nagyon jó, hogy csináltunk egy közös céget, az a fekete gyerek az már a mi gyerekünk, ez itt a saját gyártmányú gyerekem, az meg ott én vagyok. És itt pedig a Bartal Zoli kollégánk,
1500 banki alkalmazottnak tanítja az információ biztonságot Katárban. Kérem, önök elhiszik azt, hogy a Kürt a legjobb oktató cég? Dehogy is. Csak hát, ha már úgyis ott voltunk Katárban egy projekten, akkor már miért ne adjuk el ezt a tudásunkat. Ez a Financial Times, nem egy utolsó újság, és egy nagyszerű cikket úgy kezdi, hogy a Rubik Ernő a leghíresebb magyar. És ez nekünk nagyon jó volt. Ez nekünk nagyon jó volt, hogy volt egy brand, amit bemutatott a Financial Times, és utána azt mondta, hogy hát a rablások adatait mentik a Kürtnél. Ez nekünk nagyon jó volt, hogy volt egy brand, amit fel tudott hozni, mert utána azzal is zárja, hogy igaz, hogy a Rubik az a leghíresebb magyar, de a Kürt megszerzi a legtöbb pénzt. Mondom. Ez most nem pejoratív értelemben mondom. Ez csak egyszerűen azt akarom mondani, hogy kérem mindazok, akik szolgáltatásból élnek, mi az ügyeink 90%-a szolgáltatás, és az utóbbi időben kezdtünk el terméket gyártani, szoftverterméket. De magunkat szolgáltatásból élő vállalkozásunk. Kérem, nincs semmi más esélyünk, csak az, amit úgy hívnak, hogy reputáció. Tehát ha ezeket nem azért mutatom, hogy most kifényezzem jól a fenekemet, hanem azért, hogy szeretném elhitetni önökkel, hogy akár a család, akár az vállalkozás, minél több reputációt kell gyűjteni, ha szolgáltatásból élnek. Ha a gyerekeiket tanítani akarják, akkor igenis dicsérni kell őket, boldognak kell lenni az eredményeiktől, az iskolában elért ilyen, olyan, amolyan, ki kell tenni otthon a falra, és ez, mert én mit csinálok? Eljöttem ide, és elmutatom önöknek, hogy nézzék, milyen szép voltam nem tudom hány évvel ezelőtt. De ne erre gondoljanak, hanem arra, hogy kérem szépen, igenis ebben az országban, erről a helyről is, igenis ki lehet mozdulni. Én csak ezt akarom elmondani, és azt a lelkesedést, azt a unflinching desire-t, oldhatatlan vágyat szeretném, hogyha átéreznék, hogy igenis, ez a Peter Drucker nem egy nagy marha volt, hanem igenis mondott jó definíciókat, és azok még tarthatók is, és véghez vihetők. Hát ez a Wall Street Journal, nem akarok róla mit beszélni. Ez a történet, kérem, arról szól, hogy a Dolanszky Gyuri kollégám, a 90-esek, kérem, régi történeteket mondok, mert titoktartás kötelez minket, és legalább 15-20 évesnek kell lenni, hogy engem. De 15-20 év múlva el fogom mondani, hogy ma milyen balhékban vagyunk benne, jó? Ez 96. június, ott alul. Magyarország bekapcsolódott a jugoszláv háborúba. Azzal, hogy az Egyesült Államok hadseregének, amit akkor úgy hívtak, hogy IFOR, helyt adott, és Taszáron egy repülőteret biztosított, hogy ott odahordhatják a cuccaikat, és onnan vitték át fegyvereket, lőszert, mindent, amiket. Na, ez úgy kezdődött, hogy a Dolanszky Gyuri bejött hozzám, azt mondta, hogy marha jó ötletem van, szálljunk be a jugoszláv háború. Hát mondom, ez marha jó. Hát tényleg, ha ezt nem mondod, hülyén halok meg, hát mi az, amivel mi foglalkozunk, adatmentéssel, adatbiztonsággal, a háborúban meg mi kell, hát legalább töltény kell, legalább drog kell, pia kell, nők kellenek, melyikkel rendelkezünk mi abból, ami kéne a háborúban. Azt mondja, tehát te hülye vagy, mondtam, mondom, hát ez is jó, de még azért még nem jó a definíció, hogy azért biztos, hogy van informatikájuk, és azt kéne megtudni, hogy milyen informatikával dolgozik az Egyesült Államok hadserege. Ja, mondom, most már köszönöm szépen, másnap reggel ültem a repülőn, keleti part, és elmentem az AST nevű céghez, bejelentés nélkül, itt vagyok, ragyogok, tudom, hogy az Egyesült Államok hadserege ott a szomszédunkba fog harcolni, mi pedig informatikai cég vagyunk, szeretném, hogyha
mi szolgálhatnánk ki a meghibásodott eszközeiket. Hát ott lőnek, tehát ott az meg fog hibásodni, nem attól, mert nem bírja a napsütést, hanem attól, mert az olmot nem bírja. Azt mondja a pofa, hogy hát a Jóisten küldte magát ide, mondom, de hogy a Jóistent a Dolánszki küldött, de mindegy. Ott a helyben megírta, hogy mi már autorizált, tehát hogy mi hivatásos szervize vagyunk az AST-nek. Majd mondom, majd küldöm az embereimet, de nekem ez a papír kell, tessék, itt van a papír. Puff, jöttem vissza, már is mentem a reptérre az amerikai parancsnokhoz. És akkor azt mondta, hogy hát ez ezt ne csinálja, hát egyáltalán szállítottak maguk már egy épkézláb komoly hadseregnek. És akkor úgy mondja, hogy végig gondoltam, hogy ha te tudnád, hogy mi a vörös hadseregnek vittük először a mágneslemez mosó automatákat, azzal indult a kürt. Nem mondom, nem érdekes, nem hátadom, már tudtam, hogy mit akart, és akkor kirúgott rögtön, egy hónap múlva visszaállítottam ezzel a plecsnivel, ez a NATO beszállító jogosítványal. És a pofa megdicsért, azt mondja, te olyan vagy, mint az amerikai. Kirúgok az ajtón, bejössz az ablakon. Nem hittem magam amerikai, de mondtam, hogy ha neked ez kell, marha, jó? Kérem szépen, 12 éven keresztül fejtük az amerikai hadsereget. Naponta jött egy ilyen gyönyörű fekete szekrény ezzel a gyönyörű autóval, és hozta az éppen meghívásodott valamit. És az elején elmentem már megint a parancsnokhoz, már jó barátok voltunk, hogy adjon nekem egy papírt, mert mondtam, hogy reputáció. Nekem az kell. Azt mondja, figyeljen ide. Menjen el maga a francba, mondta így lazán. Azért küldünk naponta föl önöknek egy ilyen gyönyörű autót, egy ilyen gyönyörű fiatalemberrel, mert az a fiatalember, amikor nem önökhöz megy a gyönyörű útjaikon, a gyönyörű kajáikat, a gyönyörű nőiket, a jó piájukat fogyasztva, akkor itt harcol. És ez az ő számukra ez egy életmentő küldetés. Nem romlanak el annyira a mi cuccaink, hogy naponta kelljen önökhöz menni. Ez azért küldjük őket, hogy ők szabadságon lehessen. Tehát nem kaptam papírt a végül is, de értették, hogy mit mondott a parancsnok. Nehogy már azt higgyem, hogy az ilyen vacak az amerikai informatikai rendszer, hogy naponta elromlik, de mindig találtak egy napra valamit, hogy följöjjön és szabadságot adjanak annak a szerencsétlennek, aki azért ott különben meg a év többi részében meg ott harcol. Még mennyi? Bírják még? Mennyi időnk van még? Valaki nézi? Tessék? Mondja. És szeretném megkérdezni, hogy hogyan választják ki a munkatársokat? Milyen módszer? Jó. Semmilyen extra nincsen. Elmondok, mondok egy történetet beszélek, mert hogyha mondok általánosságokat, akkor azt mondják, hogy hazudok. Ez a történet meg biztos, hogy így volt. Jó? Néhány éve történt, hogy három embert szerettünk volna fölvenni a információbiztonsági csapatunkba. Ezek lényegében tanácsadók. És hát a fejvadász céget, akivel szerződésünk van, megbíztuk, hogy a megfelelő oktatás, megfelelő papírokkal rendelkezőket állítsa elő, 184-et előállítottak ilyet. Ebből a 184-ből kettőt tudtunk fölvenni a három helyre, az egyik kanadai volt. Most azt akartam elmondani, hogy ugye nekünk az kell olyan ember, aki csapatban tud dolgozni, nem lepődött meg, ugye, hogy ezt mondtam. Olyan ember kell, aki el tudja azt viselni, hogy az ő tudására szombat éjjel 2:30-3 között van szükségünk. És nem azt mondja, hogy hát ezt neked, akkor a babámmal vagyok. Hát ez van. És ez 184-ből kettő van, aki ilyen. Nekünk, ugyanúgy, mint mindenki másnak, a vevőt kell kiszolgálnunk. Mi? Az idő az a legnagyobb ellenségük. Elmondtam, hogy nem a konkurencia. A konkurenciával földrajzi távolság, nagy távolságban vagyunk, még ráadásul együtt is működünk, hogy a vevőt kielégíthessük. Nem sokat vacakolunk, tehát ha észrevettük, hogy nem tudjuk megoldani a problémát, már is hívjuk őket, küldjük, mondjuk el, és hogy azt mondja, hogy igen, puff,
már is perceken belül ott van elektronikusan, így úgy amúgy a probléma, és ő küldi vissza, mi a vevőt kiszolgáljuk, a befizetett zsetont elfelezzük. De ez fordítva is működik. Értik, amit mondom? Ismerik, azért azt tudják, hogy dögöljön meg a szomszéd tehene. Ez nem az a módszer. Hizlaljuk meg a szomszéd tehenét. Válaszoltam a kérdésére? Igen, de ezt tesztet alkalmaznak, vagy ő beszélt? Dehogy is embert alkalmazunk. Mi nekünk ráadásul a, hogy hívják ott? De nekünk nem a, mi nem egy önéletrajzot veszünk föl. Mi egy húsvér embert akarunk, és nekünk, minket az érdekel, hogy ő mire képes. Tehát nekünk van egy hónapunk, hogy beállítunk egy csapatba, már akit kinéztünk magunknak, már marára kell, akkor gyere, kinézzük. És a csapat majd eldönti, hogy tud vele dolgozni, vagy nem. És nem én mondom meg. Ha ők azt mondják, hogy igen, ez nagyszerű, puf, már is ott van. És minden más esetben meg nincs ott. És nem kell magyarázni, senkinek se kell semmit magyarázni. Hát 3 hónap, hogy hívják, az ilyen, olyan, amolyan, és a többi. Jó. Ez a történet, amiről beszélni szeretnék, még bírják egy kicsit? Igen. Jó. Ez a... Ez megint, amellett, hogy ennek egyik szereplője vagyok, de szeretném elmondani azt, hogy milyen élményeken mentem át. Tehát 2004-ben megnyertem a magyarországi versenyt, az Ernst & Young az egy világcég, a világ nem tudom én hány legalább 100 országában van, 140 ezer alkalmazottal, ez volt 2004-ben a vezetője, ez az Obelisk, és nekem adta oda az év üzletembere valamit. Ez egy történet, kész. Ennek a történetnek összesen annyi az értéke, hogy csak ajánlani tudom, hogy induljanak el versenyen. Induljanak el, hogy milyen vagyok, tükörbe lehessen nézni. Meg tudják mondani önökről, hogy kérem, ez a véleményről. És nem kell megsértődni, nem kell megharagudni, ezekből mind tanulni lehet. Ha én vezető akarok lenni, akkor nekem állandóan tanulnom kell. Állandóan dilemmákkal kell küzdenem. Nem kérem, azok álmodozunk. Én bocsinált a vezető lettem. Életem első felében a Százhalombattai Olajfinomítóban dolgoztam 19 évet, mondjuk legyen 20, és akkor egy kerek szám. És kirúgtak, pedig azt hittem, onnan megyek nyugdíjba, mert imádtam. És akkor a testvéremnek volt már egy kis vállalkozása, ez az ilyen mágneses adattárolás, és én meg vegyészmérnök voltam, és akkor azt mondta, nem baj, akkor kirúgom a 4 nő mosogatta ezeket a ilyen nagy műanyag dobozokat, azt mondja, kirúgom, tehát te tudsz biztos olyan vegyszert, izopropil alkoholnak hívják, amivel ezeket tisztán lehet tartani, és akkor puff. És így kezdtem, és aztán beletanultam ebbe a szakmába is, és aztán így pottyantam ebbe a világba. Tehát bocsinálta a menedzser. A testvérem az egy feltaláló. Ismerik ezt az állatfajtát? Hihetetlen erősen tud koncentrálni valamire. Meddig? Hát egy ilyen rövid ideig. Amíg ki nem elégül, ő, de a termék még mindig nincs sehol. És akkor azt mondja, na jó. És ő 78-ban szabadalmaztatta azt az eljárást, amivel a kürt ma is arat. Na, de hát ettől még nem. És akkor én meg gürcölök ott, hogy valami legyen belőle. Na mindegy. Hát gürcöltem. Ezt nem azért akartam megmutatni ezt a képet. Jaj, az szerintem most jön egy csoda. Nemrég volt itt önöknél a István, Sas István. És én ezt meghallottam. És akkor, amikor én versenyezni voltam Monte Carlóban, akkor én a Sas István kértem meg, mert tudtam, hogy Oscar-díjas, hogy csináljon rólam egy filmet. Egy perces filmet kellett beadni. Megnéznék? Megpróbálná bekapcsolni nekem? Köszi. Thank you.
humor, stamina, admiration. He's Sándor Kürti, one of the best known and most popular people in Hungary, the man who's received virtually all prizes and awards, the man who created a new era in data recovery and data security, the man who's created a world-famous, dynamically developing company based on one idea. Sándor Kürti, a symbol of hope and audacious drive for all Hungarian entrepreneurs, and an example of the motto, "Freedom gave us opportunity, now we are hungry for more." Sándor Kürti, inventor, manager, entrepreneur, model citizen, one of us, supported by all of us. Go, Sándor. Go, fight, and win. Most azt hiszik, hogy a... Őszintén mondom, nem a fenekemet akartam fényezni, csak azt akartam mutatni, hogy a Sas Pista ilyen csodákat is tud csinálni. Ez 20 vágásból volt összerakva, ez egy perc. De még nem erre akartam elvinni a hangsúlyt, hanem arra, hogy szerettem volna megnyerni azt a versenyt, mert az itthonit megnyertem, és akkor egy nemzetközi versenybe szereztem jogosítványt, és ebben a nemzetközi versenyben vagy 40-50 ország elsője vesz részt. És ez Monte Carlo-ban van. Az agyamnak a hülyébbik fele az azt mondta, hogy nyerd meg, csinálj meg mindent, hogy megnyerd. A normális fele azt mondta, hogy hát ez nem egy handicapes verseny, már nehogy már azt hidd. Végül is nem nyertem meg a versenyt, egy amerikai nyerte meg, akinek 3 cége volt a Fortune 500-ban akkor, 140 ezer alkalmazottja volt neki is, szerencsétlennek, és nem handicapes volt a verseny. Viszont akárhogy is annyit mozgolódtam, hogy felfigyeltek rám. És a következő évben meghívtak abba a zsűribe, aki kiválasztja az év legjobb üzletemberét. Hova? Monte Carlo-ba. Hát ott egy fene. Elmondok egy élményemet, jó? A zsűriben eldöntöttük, ránk hagyta az Őrszlend Jank, hogy mi a fenét, hogy akarjuk kiválasztani a legjobbat. Egy mondatot mondtak, szeretnénk, ha a zsűri, 9 tagú volt a zsűri, aki úgy állt össze, hogy 3 személyes zsűri volt, az egyiknek én lehettem a vezetője, egy japán és egy új-zélandi volt a zsűrimben. Úgy állapodtunk meg mi magunk ezért ez a 9 tagú pofa, hogy a saját versenyzőink nem szerepelhetnek a mi értékeléseink között, tehát magyarán magyar, új-zélandi és japán az én hármasomban nem lehetett részt, de bár mindenki más meg igen. Úgy állapodtunk meg, hogy egyenként fogunk szavazni, mindenki arccal, meg kell mondania, hogy kire szavaz, és úgy, hogy az utolsókat levágjuk, hogy a végén maradnak a legjobbak, és aztán a végén arra szavazunk. Ez érthető eddig. Tehát rotálva szavazunk, mindig egyel előrébb lépünk, és olyan. Kérem, úgy szervezte a Jóisten ezt a akkori rendszert, 2006-ban volt ez, hogy most valamit itt föltehetnék azért. Igen, ezt azt, mint zsűri elnök kaptam azt a valamit, és megkaptam ezt az anyagkönyvet, ez egy ilyen vastag anyag, a 2006-ban versenyzettekről, pont olyan hülyék voltak azok is, mint én, mindent le akartak írni, mert meg akarták nyerni. El tudnak képzelni ebben, ez egy ilyen könyv, hogy jobb olvasmányt egy vezetőnek. Tudják, hogy akkor volt, hogy az orosz, akkor államosították az Aeroflotot, és leírta, hogy hogy csinálta. És jelentkeztem ezzel a... kiröhögtek. És mi lett a malével? Csak ezt, na mindegy. Nem ezt akartam elmondani. Azt, hogy a zsűri, ez egy hatalmas élmény. És akkor már csak ketten voltak
levágtuk az alját. A magyar versenyző akkor a Demján Sándor volt, ugye az ötödik helyen szerepelt. Ő volt a legjobb abban az egyik tusában, a szociális felelősségvállásban, mert ő nem csak itthon áldozott erre, hanem a külföldi munkáiban, tehát Lengyelországban templomot épített, Oroszországban áruházat épített, tehát hogy a külföldi munkáiban külföldön tette a jót. És akkor, na most visszakanyarodok az eredetihez, a zsűri szórta ki az embereket, ketten maradtak, egy dél-afrikai, meg egy indiai. És mi már egyesével szavaztunk, 4 szavazatot megkapott az indiai, 4 szavazatot megkapott a dél-afrikai, mikor az utolsó zsűritag szavazott, aki a Jóisten úgy választott, hogy indiai legyen. Figyelne? És tudják, ki lett az évüzletembere? A dél-afrikai. És akkor én nem az vagyok egy bőgős típus, de akkor azért kicsordult. Sose gondoltam volna. Nekem az agyamban a preferenciám az volt, hogy a nemzetiséghez való hovatartozás az a legtöbb. Nekem fejemben készen volt a matematikai modell, hogyha a Demján bekerül a legjobb 2 közé, hogy veszem rá az én zsűri tagjaimat, hogy a Demján legyen az első. És akkor jön egy indiai, és megtanítja nekem, hogy ne az érzelmedre, hanem az értelmedre hallgass. És elmagyarázta, hogy miért a dél-afrikaira szavazott. Nagyon röviden, a dél-afrikai az egy angol bevándorló volt. A entrepreneur az az a típusú emberállat, aki nulláról indul, és rengeteg pénzt szed össze. Ez a dél-afrikai, az egy angol gyerek volt, aki kivándorolt Dél-Afrikába csupasz fenékkel, és 3 milliárd dollárt hozott össze. Az indiai, az pedig csupasz fenékkel beállt egy vállalathoz, mikor egy éven belül a nyakába zúdult 1 milliárd dollár, és abból 8 milliárdot csinált. És az indiai elmondta, hogy neki az igazi entrepreneur az, akinek semmi pénz nem szabadul a nyakába, és 3-at csinál, és nem az, aki igaz, hogy a deltája nagyobb volt, és a többi. Jó, már látom, hogy egyen-ketten ledobják a szemüket. Még szerettem volna ezt bemutatni, hogy azért nem csak a világ végén, tehát mióta az angolok kimentek az Európai Unióból, azóta ez a Frankfurter Allgemeine Zeitung a legjelentősebb lap Európában, és ez még egy éve sincsen, hogy azért rólunk írtak egy gyönyörű cikket. Egy német barátom azt mondta, hogy mennyit fizettél az Allgemeine Zeitungnak, mert ilyen kis céget, mint nektek van, ez az Allgemeine nem szokott, ő csak nagyvállalatokról ír, magyarokról meg néhány év óta semmi jót nem írtak. És akkor néhány szót még a szociális felelősségvállalásunkról. Egyévesek voltunk, amikor egy iskola igazgató jött, hogy tanári karunk van, de épületünk nincs, és mondtam, hogy hát marha jó, épp jókor jött, mert lát, rengeteg zsetont kerestünk meg egy év alatt, elég lesz ez önöknek. És azt mondta, hogy hát elég. És akkor így lett egy iskolánk, aminek az a neve, hogy Kürt Alapítványi Gimnázium, KAG. És akkor 29 év óta működik ez az iskola, és valami problémát mondtam? Rosszat mondtam, vagy? Jó. Van egy ilyen iskolánk. Aztán Veszprémnek érzem magam, abból adódóan, hogy legalább 10 évet jártam ott az egyetemre, nem azért, mert sokszor buktam, hanem mert több szakot végeztem, meg a doktorimat is ott csináltam, és akkor ott csináltunk egy alapítványt, hátrányos helyzetű elsősorban a cigány származású gyerekek oktatási alapítvány, de ez olyan hosszú nevű volt, hogy azt mondtuk, hogy legyen H2O, hátrányos helyzetűek oktatása, és akkor ez egy vegyésznek az már H2O, és akkor van egy H2O alapítványunk ott, és akkor cigány gyerekeket mentorálunk pontosabban. Nagyon egyszerű a modellünk, és azt hiszem eddig legalábbis sikeres volt. Egyfelől egy szobatársam volt, aki cigány gyerek volt a kollégiumban, tehát rá is tudtam bízni ezt az egészet.
meg másfelől pedig mentori rendszerbe dolgozunk. Az magyarán, ha van egy tanár, aki hajlandó egy cigány gyereket, vagy hátra, és ez a gyereket most kérem, nem csak már gyorsítani akarom a beszédemet, és azért akarom, hogy akkor azzal meg tudunk alkudni, 3 és 5 millió között van egy diploma, 500.000 forint egy nyelvvizsga, és a többi, és akkor ő bevállalja, és hogyha megcsinálja ezt a pénzt, megkapja aztán a tanár, és ő meg majd gazdálkodik vele, hogy mennyit költ a diákra, meg mennyit magára, jól működik ez, közel 100 gyerekünk már van ebbe a darálógépbe, már kiment belőle, néhányszor pofára esünk, igen, de hiszem azt, hogy ez egy jó dolog. Aztán belekezdtünk egy 2007-ben egy Magyarországon van 3600 általános iskola, ebből 1600 definíció szerint hátrányos helyzetű. Nagyon röviden a gyerek hülyén bemegy és hülyén ki is jön 8 év múlva. És arra gondoltunk, hogy már találtunk egy iskolát Magyarországon, aki egy amerikai módszertan alapján, a Stanford Egyetem módszertan alapján megoldotta ezt, hogy hogy kell a hátrányos helyzetből nem hátrányos csinálni. Megszereztük az összes jogot az amerikaiaktól, kiadtuk ezeket a könyveket, lefordítattuk, és abból az egy iskolából rávettük a tanárokat 10.000 forintos óra díj ellenében. Figyelnek? Nem napi díj, meg nem havi díj. 10.000 forintos óra díj ellenében, hogy oktassanak olyan tanárokat, akik hajlandók erre 1.000 forint per óráért hallgatni. És 500 ilyen tanárt sikerült kioktatnunk, a magyar rendszer szerint akkreditáltatnunk, és 10 iskolát sikerült átalakítanunk 5 év alatt, hátrányos helyzetűből nem hátrányos, ez egy definíció a hátrányos helyzet, azt nem tudtuk megoldani, de azt, hogy a gyerekeknek kompetenciamérést csináljunk, és a kompetenciamérés alapján ezek a hátrányos helyzetű iskolákat úgy tekintsük, hogy ahol a kompetenciamérés azt mutatta, hogy magasabb, mint a magyar átlag, akkor azt úgy tekintettük, hogy kérem, ez az iskolának már nem kell hátrányos helyzetnek tekinteni. Noha a hátrányos helyzet azt jelenti, hogy a szülőknek legalább a fele nem végezte el az általános iskolát, vagy a szülőknek legalább a felenek nincs állandó munkahelye. Ha meg halmozott a hátrányos, akkor ezek kettő, mind a kettőt éri a szerencsétlen gyereket. Az amerikaiak meg tudják oldani, hogy a szülőkkel kezdik, de hát Magyarországon azért fényévekre vagyunk ettől, de akkor is 10 iskolát 2007-től 2013-ig kivezettünk ebből a méteiből. Sajnos nem tudtuk a magyar államot rávenni arra, hogy megszeresse ezt a módszertant, amit mondom akkreditáltattunk, Amerikából hoztuk haza, tehát csak a jogokat szereztük meg, és azt mondtuk, hogy na, ezt most már meg lehetne csinálni. Most, jó, de nem is akarok ezzel tovább nyavajogni. Azt szeretném elmondani, hogy ebben az egész H2-os iskolarendszerben ezek a gyerekek, az operától kaptunk vagy 2500 jegyet. Ezek a gyerekek életükben először jártak az operába, 2500-an, és az egyikük azt mondta, hogy jé, de hát itt nem is operáltak. Ez a kolcosfogó kis cigánylány falujában megnyerte a dámajáték versenyt, a szülei azt mondták, hogy ezt a kislányt nem engedik ki a faluból, na hát akkor megyei dámajáték versenyt is ott a faluba szerveztük meg, megnyerte. Akkor a szülők nem engedjük ki a faluból, rendben van, az országos dámajáték versenyt a Helyőkeresztúri faluban van megrendezve. Helyes, ott is megnyerte, és kapott egy belépőt az Európai Uniós dámajáték versenyben Rigába. A szülők nem engedjük ki a faluból. Nem mondom, hát és mi lenne akkor, hogyha a szülők is kivinnénk Rigába? Hát azt mondja, úgy már lehet alkudozni. És akkor azt is megnyerte. Kérem, azt szeretném mondani, hogy ha ránéznek erre a pofikára, ez már nem hátrányos helyzetű. Tehát ő már tudja a saját értékét. Őt már nem lehet azt, őt már nem lehet zsebre rakni. Tehát ő már megértette azt, hogy igenis, van olyan pont, amiben ő a legjobb. És akkor a befejezésképpen erről a történetről mesélek. Ez a tabelló, ez túl nagy falat volt nekünk, úgy ítéltük meg, hogy ez, hogy mi belekezdünk ebbe, és itt szervezünk iskolákat, vezetőket,
közel 400 millió forintot összekéregetünk a Földön mindenkitől, a Cvaktól, a hadd ne soroljam, még a Kürt is belement ebbe az egészbe. És tehát ebbe lényegében belebuktunk. Mert a matematika azt mondja nekem, hogy hát nézzük, hogyha 5 év alatt egy iskola tudott 10-et átalakítani, és most van annyi pedagógusunk, hogy már tudnánk 10 iskolából 100-at egy 5 év alatt, ahhoz csak pénz kell, kértem 3 milliárdot rá, tehát nem 40 milliót iskolánként, hanem már 30-at mondtam, hogy a nagy tömeg azért az. De visszautasította, 92 milliárdon ül Eger erre a célra, de nem kaptunk egy fülét se. És akkor gondoltam, hogy na, akkor azt meg lehetne csinálni, és akkor a következő lépésben már a 100 iskolából már lehetne 1000-et, és akkor már 1600 hátrányos helyzet iskolánk van, de 600-ban már nem lehet oda menni ezzel a normál módszertannal, mert az már kriminál. Tehát ott már a tanár sem megy be tanítani. Tehát a többinek meg a gyerek se, de ott már nincs semmi se. Tehát ott a legvégén az már... Na, a lényeg az, hogy abban megbuktunk, és akkor azt mondtuk, hogy kérem szépen, találkoztunk egy nagyszerű teremtéssel, lehetne aranyba önteni a nevét, Gyarmati Évának hívják, Tudományos Akadémia Pszichológia Intézete, ismerik? Jaj, de jó, örülök neki. Ön is ismeri? Jó helyre ment a könyv. Jó. Ön is ismeri? Csak kis mondja, nem hallom. Komolyan? Hát ez fantasztikus. Megenged, hogy a végén majd egy könyvet adjak önnek? Jó. Tehát a Gyarmati Éva azt mondta, hogy kérem szépen, ha nyelvoktatással akarunk foglalkozni, pontosan a testvéremnek mondtam, hogy egy ilyen feltaláló típus, hogy, és beszél vagy 5 nyelven, meg még ez a szoftver is itt, vagy ez a Kürt is itt van a nyakába. Úgy értette a Gyarmati, hogy akkor biztos tudna valamit. Azt mondta, jó, hát akkor összedob nekik egy nyelvoktató rendszert a cigány gyerekeknek, akadálymentesítettet, és a Gyarmati Éva szájíze szerint valót, magyarán, nehogy azt mondjuk, hogy tanulj, mert azt nem érti ezt az igét, ő még soha ilyet nem csinált, a szüleit nem látta, hogy ezt az igét művelték volna. Hanem mondjuk azt, hogy énekelj. Ja, hát azt énekelni, azt tudod. És akkor a műegyetemnek a programozóival beépítettünk ebbe a rendszerbe egy hanganalizátort, amikor egy angol színész elmondja az eredeti gyönyörű angolságával a szöveget, és mond utána. És mit ad Isten? Cigány gyerek 90%-kal pontosan, pont ugyanazokat a hangokat mondja ki, mint az angol színész. És mit ad Isten? A tanárnő, aki ezt tanította, az olyan 50% biztonsággal tudja elmondani, a többi nem cigány gyerek pedig olyan 20-30. És ezt fehéren-feketén látni lehet. És végre ezek a cigány gyerekek életükbe először mennybe mentek. Mert sikerük volt. Mert őket mindenki hülyének nézi, mert nem tud írni, nem tud olvasni, blablabla. És ez az a tabelló. És akkor szeretném elmondani, hogy a Csongrád megyei önkormányzathoz 2015-ben megnyertünk egy pályázatot, 800 millió forintot, itt be lett építve, itt a Szegeden valamelyik objektum ki lett pofozva ebből 200 millióért, és tele lett rakva számítógépekkel, meg szoftverekkel. Senki nem tartotta a markát, hogy pénzt kérne érte. Kakas Bélának hívják azt hiszem az önök elnökét. Kiváló volt az együttműködésünk. A Lázárnak köszönhettük ezt az egészet, hogy hajlandó volt. Bennmaradt a oktatási tárcába, benn rohadt egy pénzt, és valaki ki akarták lopni, és a Lázár nem engedte, és azt mondta, hogy akkor ebből villám gyorsan csináljunk, és ő is rengeteget segített, tehát az a miniszterelnökség is. A helyi elnökség segített, a Kürt segített, a digitális esélyegyenlőség, ami egy alapítványunk nekünk, az is támogatta, és akkor végül is egy nagyszerű projektben ez a dolog itt megvalósult.
12 ezer gyereknek kéne tanulnia benne, na hát ez még nem, így nem valósult meg, de a magyar állam kisporolt belőle olyan 50-60 milliót ebből, és azt valamilyen oknál fogva nem akarja ideadni, hogy tanárokat lehessen alkalmazni itt, hogy ezt az egészet be lehessen indítani, de hát ez már, ez lényegében, ez a tabelló is ebbe benne van, ebbe a rendszerbe. Erről beszéltem, és akkor most mutatnék néhány szlájdot erről a valamiről, de ha beírják bármelyik szerkentyűbe, hogy tabelló.hu, akkor vagy 9 nyelven lehet tanulni, ebből az egyik a magyar, de más nyelven is lehet akkor, hogyha mondjuk angolról meg lehet tanulni, magyarul, de magyarról meg 8 másik nyelvet, de angolról is 8 másik nyelvet tudnak követni. De ez mind a testvéremnek a zsenialitása, tehát ez az ő produktuma, illetve annak a kis csapatnak, akik ezt összerakták. Körülbelül mi olyan 500 milliárdot, 500 milliót tettünk bele abba, hogy ez az egész rendszer működjön. Óriási szívességet tennének önök azzal, hogyha egyszerűen csak ráklikkelnének, regisztrálnának azért, mert akkor kinyílik az egész program, a háttér is, és elmondanák, hogy mi az, ami nem tetszik önöknek belőle, mert ez a program abtól lett ilyen, vagy ilyen jó. Legalább 1000 cigány gyerekünk van, aki naponta használja, és látni lehet, mivel a háttérben van egy marha nagy adatbázis mindenkiről, aki regisztrál, hogy lehet látni, hogy 1000 gyerekünk az szinte naponta használja, és szinte folyékonyan beszél angolul. 4 képességet vizsgál ez a rendszer, de minden nyelvtanulás ezt a 4 képességet vizsgálja. Megérted az idegen nyelven beszélt mondatokat, megérted az idegen nyelven írt mondatokat, tudsz-e beszélni, és tudsz-e írni ezen az idegen nyelven. És ez a program ezt mind tudja. Úgy csinálja, hogy 3 részt figyel, úgy kezdi, hogy találkozz egy ismeretlen anyaggal, gyakorold azt az anyagot, ami már nem ismeretlen, hiszen már találkoztál vele, és vizsgálsz ebből az anyagból. Ez mind a 3 eset egész más elbánást ad a tanulónak, ami simogatja, dédelgeti, hogy ismerkedj, kicsit dédelgeti, hogy gyakorold, és tök kemény vele, hogy vizsgálsz.